Móra Ferenc, a kalcinált szóda. Mindenkinek ad a sors fiatal korában olyan kalandot, amire még öregen is szívdobogva emlékszik vissza. Az én fiatalságomnak az volt felejthetetlen kalandja, hogy egy esztendeig ínas iskolai tanító voltam. Álmomban még ma is megesik, hogy az vagyok, s olyankor mindig átverejtékesedik a fejem alatt a kisvánkos. Fiatal újságíró voltam akkoriban, s elég emberségesen megfizettek. Kaptam egy hónapra 100 koronát. Ez sokkal több volt ugyan, mint amennyit öreg újságíró koromban keresek, de azért el lehetett költeni ezt is. Rám fért volna még valami mellékstallum. Legalább olyan, amelyiknek a jövedelméből részletfizetésre megrendelhettem volna a klasszikus regénytárt. Havi részlet 5 korona. Mindig kegyeltje voltam a sorsnak, s mint szolid és jó erkölcsű ifjú, előkelő protektorokkal is rendelkeztem. Bejuttattak az inas iskolába havi díjas tanítónak. Tanítottam heti 1 órát minden kedden este 6-tól 7-ig, s azért kaptam a város pénztárából havi 10 koronát. Közismeretet fog tanítani, mondta az igazgató, ahogy bemutatkoztam neki, és ideadta az előírt tankönyvet is. Nagyon érdekes könyv volt. Találtatott benne csillagos ég, váltóisme, községi autonómia, légtünetek, Dugovics Titus, baromorvoslás és észak-amerikai szabadságharc. Mindjárt láttam, ahogy átlapoztam, hogy nagy tudós lehetett, aki csinálta, csak éppen vidéki inas iskolában nem tanított soha. Jól is sejtettem. A könyvet maga az iparoktatási főmufti írta. No, hiszen nem a könyv a lényeg az inas iskolában, hanem a fegyelem, a fegyelem. Adja a használati utasítást az igazgató, különben érdemes öreg pedagógus, és nekem mindmáig igaz jó barátom. Fegyelmezni, fegyelmezni, ez a fő! Mindezt mondták a többi kollégák is. Voltak vagy 20 elemi tanítók, középiskolai tanárok, valamennyien edzett hősei az inas oktatásnak. Volt, aki megtapogatta a karomat, és aggodalmasan csóválta a fejét, mert vékonyallotta. Volt, aki azt tapasztalta, hogy a sétapálcával is lehet boldogulni, de akik legfőbb jó akaratta voltak hozzám, azok a méterrudat ajánlották. Tudnélik, hogy amint az osztályba belépek, a méterrudat kell az inasok közé vágnom, akkor csönd lesz. 20 esztendő távlatából visszanézve a gyakorlatiasság pálmáját a méterrudasoknak kell adnom. Azonban én 20 esztendővel ezelőtt se voltam gyakorlati ember. Én tanítani akartam, nem fegyelmezni. Azt hittem, azért fizetik nekem a közpénzből a havi 10 koronát, hogy segítsek az Istennek embert teremteni ebből a csordából, amit úgy hívtak, hogy inas iskola. Nem tudom, hogy Dániel mit érezhetett az oroszlánok vermében, de az valami olyasféle lehetett, mint ami az én torkomat szorongatta, amikor először léptem az inasok közé. Bőgés, nyerítés, mekegés, kukorékolás, nyávogás fogadott, és minden bűzök között a leginfernálisabb emberbűz. 40 inasom volt mindenféle szakmából, a szennynek, a testi-lelki elhagyatottságnak, a magától való és tenyészeti durvaságnak olyan hadserege, hogy nagyon vakmerő fiatal úrnak kellett nekem lennem, ha 1 esztendeig kibírtam köztük. Pedig kibírtam. Mégpedig úgy, hogy se én nem tettem kárt ő bennük, se ők én bennem. És nem kellett hozzá méterrút se. Csak éppen az kellett, hogy ne nyúljak hozzá a közismerethez, mert attól mindnyájan elkárhoztunk volna. Egyszer vaktában kinyitottam a könyvet valahol. A Szóda című olvasmányra nyitottam. Aztán vaktában rámutattam egy egérképű inasra. No, olvasd! A gyerek addig olvasott, hogy a szóda legfinomabb fajtája a kalcinált szóda. Ezt aztán olvasta kanciláltnak, kancsiláltnak, és csak azért nem tört ki a nyelve szegénynek, mert engem elfutott a düh. Milyen inas vagy te, fiam? Szabó inas.
Hát a keserves Poncius Pilátusát annak a magyar királyi állami iparoktatási szaktudománynak. Én tanultam az egyetemen természethistóriát, nyelvtudományt, csillagászatot, művelődéstörténetet, esztétikát, politikát, de a kalcinált szódának a nevével soha ebben az életben nem találkoztam. Hát minek kelljen azt tudni egy Isten adta Szabó Énasnak, amit az egész magyar képviselőház és főrendi ház együtt se tud? Máskor az alkotmányt annal tettem próbát. Úgy kezdődött az olvasmányunk, hogy a legelső magyar ember a király. Ahogy a végére értünk, vállon fogok egy bufli fejű kamaszt. Mocskos fehér kötője, a derék madzagján lógó fenő acél mutatták, hogy vérben dolgozó iparral jár egyben. Magyarul Mészáros Inas. Miről olvastunk most, fiam? A királyról. Mit olvastunk róla? Nem tudom. Hát hogy ne tudnád, miféle ember az a király? A király? A király az király, az nem ember. Nem, hát mi a csuda? A király az csak egy katona. Már most azt mondjam neki, hogy szamár vagy, fiam. De akkor én hazudok, azt pedig én az iskolában szégyelném. Inkább lemondok az alkotmánytanról. Majd tanítanak azt a bufli fejűnek a katonaságnál. A pragmatika szankcióról is volt egy szép olvasmányunk, mert az is beletartozik az inasi közismeretbe. Alig, ha nem valami akadémikusból lehetett kinyírva, mert egy csöppet ártalmatlan volt. De csak éppen annyira, amennyire a tudomány komolysága megkívánja. Megpróbáltam a nevezetes és költséges törvényt a gyermekeimnek elmagyarázni a maguk nyelvén. Aki nem aludt, vagy legyet nem fogdosott, az hallgatta is türelmesen. No, fiam, simogattam ki egy hét múlva egy hóka gyereknek a haját a gyulladásos szeméből. Hát tudod-e még, miről meséltem a múltkor? Szelíd képű, csendes, jó gyerek volt, mindig végig aludta az órát. Most is elásította a felelet felét, belepislogva a könyvbe. A ticáról. Ne beszélj csacsiságot, te! Mi az a tica? Vagyis izé, a cicáról. Mi a mesterséged? Emeltem föl az állat. Pék vagyok. Hány órakor feküdtél le az éjszaka? 3-kor. Mikor keltél fel? 6:30. Mikor fekszel le ma? Megint 3-kor. Na, jól van, kisfiam, feküdj rá szépen a karodra, és aludj egyet 7 óráig. Máig is azt hiszem, hogy ezért a bűnömért 100 esztendőt elenged nekem a Jóisten a purgatóriumban. Viszont külön szurokfürdőt érdemelnék azért, ha lett volna lelkem tovább nyaggatni a pragmacicával egy 11 éves gyereket, aki naponta 15 órát alszik. És máig se teszek szemrehányást érte, hogy önhatalmulag megreformáltam az inasoktatást. Kidobtam a tantervből a közismeretet, és 40 inas gyereknek az 1001 éjszakát adtam elő heti 1 órában. Ez is ért annyit, mint a méterrúd. Míg a többi osztályban egész esztendőn át csattogva, pufogva, ordítva, jajgatva folyt az ember szelídítés, mi nálunk olyan csönd volt, amilyen csak egy kirgiz jurtában lehet, mikor az egész sátor alja gyerek körülüli a mesemondót. Azám, csak hogy a jurtában nincs vizsga, az inas iskolában meg van. Úgy kívánja a törvény, hogy olyankor felüljön a katedrára egy iparos keblű honfitárs, és az számon vegye a tanítótól, mit adott 10 hónapon keresztül 10x10 koronáért. Az én vizsgabiztosom nagyon tekintélyes ember volt. Nagy hasa. Aranylánca akkora, hogy megbírná a kútos torfát, stán 3 háza is a belvárosban, gyulladásos szemű kisinasok téglává vált álmaiból. Azon felül valami adócsalási ügye is volt akkoriban, s azt az újságírók piszkálták ki, mert már akkor is minden rosszat azok követtek el. Egy szóval egész erennyén való volt, hogy mérgesen nézzen rám a vizsgabiztos, és leszamarazzon az inasaimon keresztül. Hiszen a szó köztünk maradjon, meg is érdemeltük. Ha Ali Babát és a 40 rablót adhattam volna föl,
vagy Aladint és a Kszakszabarlangi lakatot, akkor nem lett volna semmi baj. De így bizony nem csak a gyerekek ököktek, bakogtak, hanem nekem is égett mind a két fülem. A váratlan fordulatot maga a vizsgabiztos provokálta ki, aki nagy emberek szokása szerint elkapatta magát a hatalom által. Valamelyik suszterinasommal számlát irattam a nagy táblára. Legnagyobb meglepetésemre egész rendesen megcsinálta. Gyanakodtam ugyan, hogy nem én tőlem tanulta, de hát ahhoz a nagyhasú ő magasságának semmi köze. Derék gyerek vagy, veregettem meg a fiú ragadós képét. Szamár vagy, harsogott leránk a tekintély a katedráról. Miért írtad a májust kis emmel? Még azt se tudod, hogy a személyneveket nagy betűvel írják. Addig csak keresztben feküdt bennem az ördög, de most már talpra ugrott. Hát te akarsz nekem imponálni, te aranyjal megpántolt kukorica gombóc. No, majd imponálok én neked úgy, hogy megrepedsz bele. Kiintettem egy szemfüles borbélyinast. Te tudod, mi az a kalcinált szóda, ugye? Néztem rá erősen. A gyerek rám bámult, de ahogy a szemem sarkával odavágtam neki, bátran megfelelt. Tudom, az az erős szóda. Úgy van, bólintottam rá. Hát mit csinálnak abból az erős szódából? Magam is kíváncsi voltam rá, mi a fütyülő fülemülét lehet erre felelni. El voltam rá készülve, hogy mindent ráhagyok, akármit talál ki. Spirituszt! Bravo! Hajolt előre a katedráról a nagy ember. Tudtomra akarta adni, hogy ő is tudja ám ezt. Erre aztán egészen vérszemet kaptam. No, most már írjuk föl a spiritus vegyképletét. Kettő, számmal írd a kettőt, te kófic. Na, tovább, ahogy következik. D, a számot is mellé, ahogy következik. D3, E4, F5, G6, elég, mehetsz a helyedre. Vágtam közbe, mert attól féltem, ki fog derülni, hogy a kalcinált szóda tudósa nem egészen biztos az ABC-ben. A csatát megnyertem. A nagy ember lejött a katedráról, és amennyire nagy hasa és kurta karjai engedték, megölelt az inasaim szeme láttára. Tanár úr, engedje meg, hogy elragadtatásomnak eleget tehessek. 20 éve járok inasiskolai vizsgákra, de szavamra mondom, ilyen művelkedést még nem tapasztaltam. Szerényen meghajoltam, és minden érdemet az inasokra hárítottam. Ilyen nagyszerű anyaggal könnyű boldogulni. Nem, nem kérem, tiltakozott a vizsgabiztos. Higgy el, a talentum teszi az egészet. Igazán nem tehetek róla, hogy talentumom hírével egyszerre telekürtölte a szakköröket. És mikor másnap leköszöntem az állásomról, küldöttséget vezetett hozzám, hogy vonjam vissza a lemondásomat. De mivel hajthatatlan voltam, legalább 10 diplomát adtak róla, hogy az inasoktatás ügye legfőbb oszlopát vesztették el bennem. Ezt a diplomát ma is őrzöm, mert nem sok kilátásom van rá, hogy egyéb hivatalos elismerést hagyhassanak az utódaimra.